A Nagyváradi utca és a Kassai utca kereszteződésénél áll majd az az emlékmű, mellyel a gulágra elhurcolt kecskemétiek előtt tiszteleg a város. Az egykori téglagyár közelében áll majd, ott, ahol egészen 1946 tavaszáig működött az internálótábor. A gulág emlékév kapcsán kutatásba kezdtek a Katona József Múzeum munkatársai. Az eddigi adatok szerint 433 főről tudnak, akit elhurcoltak Kecskemétről. A legtöbb embert Alsószéktó, Alsószentkirály, Kisfáj, Szikra és Városföld területéről vitték el. Közöttük volt olyan 9 éves kisfiú is, akit a szüleitől szakítottak el. A kényszermunkára elhurcoltak emlékművét Balanyi Károly képzőművész készíti. Olyan grafikát ábrázol majd ez az emlékkő, az elhurcoltakra emlékezve, amely egy kecskeméti, úgymond szintén elhurcoltnak a hagyatékából származik, egy szögesdróton lévő kismadár, amely rákerül erre az emlékműre, ábrázolva azt, hogy valójában mindig is volt remény a fogságból való kiszabadulásra. A legfőbb cél, hogy egy emlékhelyet biztosítsanak azoknak a családoknak, akik a mai napig sem tudják, hogy hol nyugszanak elhurcolt hozzátartozóik. A Gulág Emlékbizottság támogatásával elkészülő emlékkövet várhatóan február végén avatják majd fel. Az elhurcoltak listáját pedig elsőként a híres.hu hírportálon publikálják, ahol a jövő héttől olvasható a kényszermunkára ítéltek névsora.